Az, hogy eltűnik az individuum a művészetből, azt én nem nagyon érzékelem. Most volt a Marina Abramovicsnak egy fantasztikus életmű kiállítása a New York-i Modern Művészeti Múzeumban, ami hát bemutatta az egész hihetetlen gazdag életművét, részben dokumentációk révén, részben fiatal művészek megkóstolták a Marinának a performance-eit, amik igazán veszélyesek voltak. A kiállítás egész időtartalma alatt, ami hát márciusban nyitott és most zárt be a múlt héten, minden nap nyitástól zárásig a Marinában és ott ők mozdulatlan egy széken. Nem pisolott, nem pisélt, nem evett, nem ivott, mozdulatlanul ott ül naponta 7 órát, és a látogatók leülettek vele szembe és farkas szemben nézhetett. In the artist is present, I perform every day for 3 months. The performance is really about presence. You have to be in here and now, 100%. Marina Abramovich. I have the empty chair, so everybody from the audience can come on his free time and sit in the front of me and engage in this kind of silence experience of the here and now, the present moment. So you can observe this as a kind of stage for experience, or you can really enter that space and take active participation, which actually is much closer to the artist, his presence, and to the életműkiállítás, és 1400 ember ült be a Marinával szembe, hogy kommunikáljon valami egészen, mert a fizikus szintén a személyben nézve. Volt, aki csak 20 percig ül, volt, aki egész napon áll, hosszú sor kígyózott várva, hogy leülessenek vele szembe. Tehát egy hihetetlenül minimalista akció nagyon-nagyon jól működött. És ilyenek számolt, volt, akivel csoda történt, tehát volt, aki arról számolt be, hogy mint a Lourdi Szűz Máriából a Marina Abramovicsból is fénysugárzott. Nyomorékok oda mentek, dolókocsival öltek vele szembe, és beszámoltak arról, hogy javult az állapot. Szóval visszahozta a mágiát a művészetbe, ami egy elképesztő dolog. Róla csak annyit, most azért beszélek róla ennyit, mert az egyik legfontosabb művész korunkban én gondolom. Ő olyan performance-eket csinálta annak idején, hogy az Uraj nevű német művészel, akivel hosszú évekig együtt dolgoztak, lefeküdtek egy háromszögbe, egy kerítésre elválasztott háromszögbe, ahol ki volt feszítve középen egy zongora út. És ők feküdtek mesterről a út két oldalán, és a túl alá beraktak egy mérges kígyó. És hogyha a kígyó elindult valamelyikük felé, akkor a másik finoman megengedte a út, és akkor a kígyó arra fordult, és hosszú órákon keresztül csinálták ezt. Marina csinált olyat egy olasz múzeumban, hogy kiült egy székre, és előtte voltak különböző tárgyak, és a közönség kapta azt az instrukciót, hogy azt csinálnak vele, amit akarnak, ott ült egy mesztelendő. És az elején még csak úgy viccelődtek az emberek, de végén elkezdett elbukolni a dolog, eloltottak rajta egy csikket, megpofozták, csikkették, szóval valami őrület szabadult el, és végül valaki le akarta ülni. Szóval ezzel fejeződött be a performance. Csináltak olyan performance, hogy egy ajtónak a két oldalán álltak mesztelenül, és a nézőknek a két mesztelen ember között kellett elmennie. És aztán csináltak egy gyönyörű performance, amikor elhatározták, hogy 8 év után ugye már kiégett a kapcsolatuk, és elválnak, és ezt úgy celebrálták, hogy elindultak a kínai nagyfal két oldalán a gyalog, és középen találkoztak, ott kezet fogtak, elbúcsúztak. Én nekem le is fényképeztettem, lehet, hogy Amerikában rendelni ilyen újból fotók, ahogy ott mennek a nagyfalon. És őket is kalandok voltak, mert ott, ami letartóztatták az olaj, mert a titkos katonai területen nem lát a fal, és ott volt rajta. Az egyetlen cucc, amit magához írt, hogy fehér zászló, szükséges emlére. Szóval, hát az individuum szerepéről azt hiszem, hogy ez a Marina Abramovicsi életű, ez nagyon sokat elmond. Ugyanúgy nagyon fontos volt a személyiség szerepe a halászéknál. Ők is, mint én, olyan színházat csináltak, amit nem kellett próbálni. Ők másképp csinálták, mint én, de ez volt a lényege, hogy egy élő, fókuszált jelenléte, egy megkomponált személyiség.
És azt hiszem, hogy ez a titka a performance-nek is. Tehát nem attól performance valami, hogy valaki zsíros kenyeret a fejére, aztán ilyenekre csinál, hanem attól, hogy egy erős ember energiát ad át. Erről lehet szólni. És azt hiszem, hogy erről szól a kortárs művészet legjobb. Is it because of the